Eger. A bikavérek és a küvék hazája. A történelem, a hősi múlt, a gyönyörű környék és a nemzetközi sikerű jó bort termőföld együtt eredményezi mindazt, ami által kiemelkedő értékű műemléki város. Tavaly augusztusban e hívogató településen zajlott a 20. jubileumi nemzetközi erdészeti és faipari sportnapok újabb fordulója, amelynek megrendezését ezúttal az Eger Erdő ZRT vette át elődjétől, a Vadex ZRT-től. Maga a város is adja ezt a lehetőséget, hiszen sportvárosról van szó, a vizekvárosáról, sokan mondják ugye borokvárosának, de vizekvárosának is lehet mondani. Tehát igenis közel van hozzánk, meg szerintem az alap emberi jellemhez a mozgás, a mozgáskultúra igen, valamint, és ez a nagyon lényeges, a versenyszellem. És a versenyszellem is benne van abban, hogy egy ilyen rendezvény sorozatnak egy ilyen 20. jubileumnál az Eger fővállalta, az Eger Erdő ezt a rendezvényt. A város életében halatlan fontos szerepet játszik az erdőgazdálkodás, és a faipari hagyományok is élnek Egerben. Vannak bútoripari vállalkozások, amelyekre ugyancsak büszkék vagyunk. Nos, a bükk számunkra halatlanul fontos, hiszen a város jó levegőjét, kellemes klímáját biztosítja, és a Bükki Nemzeti Park központja is itt van Eger városában. Bizony oka van annak, hogy Eger adott otthont a 20 éves jubileumát ünneplő rendezvénynek, mint annak idején a legelső alkalomnak is. Nem véletlenül az Eger Erdőre esett 20 évvel ezelőtt a választás, hiszen nyilván a kolléganő kollégák fogékonyak a sportra, meg amúgy is egyébként a szakmánk azért valamennyire ugye a külterjességből adódóan egyfajta fizikai felkészültséget igényel. Egyikünktől sincs messze a sport, a mozgás, ennek a kultúrának a továbbvivése. A 20 év, a jubileumi rendezvény, az pedig alapvetően én meg kell említsem Fricsó Tóbátyánkat, aki az egész mozgalmat elindította, mint akkori aktív sportoló. Én magam is sportoltam, még szakszerű, mezőgazdasági korábban nagy szakszervezetben. Innen volt talán az alapgondolat, hogy ha mi most már önálló szakszervezet vagyunk, hát akkor minden korábban minden sportban a szakszerveten belül működött, nem másképp, akkor nem lehetett. Hát akkor folytassuk ezt a hagyományt is, hogy legyen akkor nekünk is valami sport jellegű tevékenységünk. Az első próbálkozásánknál még nem volt kialakulva a teljes szerkezet ennek. Csak javaslataim voltak. Én elsősorban atletikai számokra gondoltam. Ezek egyértelműek, egyszerűek, egyszerűen megvalósíthatók, mérhetők. De hát ebből a ötletből egy olyan mozgalom tud kiindulni, amire nyilvánvalóan igény is volt, hogy 20 éve fennmaradt, ezt mutatja. Szeretnek idejönni, egy kicsit mozogni, együtt lenni a kollégák. És hát azért kell a siker, mert a győztes nagyon fog örülni annak, hogy győzött, és ez mindig jó. 600 fölött van a regisztrált versenyző, ugye az összvendégekkel, tehát kísérőkkel tényleg elérjük a 650-680-at, és ezzel kibővítettük a versenyszámot 16-ra. Na most ez ugye, ha azt mondom, hogy női meg férfi, tehát akkor már 32-ről beszélünk, tehát óriási nagy a merítési lehetőség. Azt mindjárt hozzá kell tenném, hogy minél többen jönnek valahonnan, annál jobb a szansz, hiszen annál több versenyszámmal tudnak indulni. A hezei pályának egyetlen előnye van, meg mindig van, hogy itt könnyebben nagyobb létszámot összedunk szedni. Tehát én azt mondom, hogy egészséges, hogy mondjam, vendéglátóhoz illő, és a másokat nem arcpirításra kényszerítő előkelő helyezést szeretnénk elfoglalni. A sportágak közül a résztvevők hivatásából adódóan talán az egyik legkiemeltebb versenyszám a lövészet volt, melynek megszervezésében és lebonyolításában az Egri Polgári Lövész Egylet nyújtott segítséget. Takács Tibort, az egylet elnökét, a nagymúltú egyesület tevékenységéről kérdeztük. 253 éve alapították, az ország második legrégebben alapított polgári egylete, még a mai napig működik. Úgyhogy aktív tagjaink vannak, utánpótlás nevelése foglalkozunk, versenysporttal, olimpiai versenyszámokkal, versenyeket rendezünk. Mi volt itt a feladat konkrétan a lövészetben, hogy a civilek is tudják azért? Tehát 50 méter nyílt irányzék hasalva, 3 próbalövés után 10 értékelt lövés. Mi a szép a lősportban?
Hát nehéz, mert egyébként nem gyakoroljuk olyan szinten, mint így a sportnapokon, erre is külön készültünk, de hát talán a vadászatból fakad az, hogy nyilván külön ezt a lövészet részét is, és azt, hogyha tényleg célba talál az ember, és minél pontosabban tud lőni, ennek a sikerét tudjuk értékelni, és ennek tudunk örülni. Ez egy elég komoly országos rendezvény, és fegyelmezettek a versenyzők. A lövészetben ez az alap viselkedési forma, hiszen az kötött szabályok vannak, fegyverkezetés, lőszer, lőtér, társak vannak a lövőt mellett, nem lehet szabálytalankodni. A lövészetet én a mentális sporthoz sorolnám. Itt is, ahogy gyakoroltunk kollégákkal, is többször előkerült, hogy attól függően, hogy kinek milyen fegyvere van, ha már fejben át tudott állni, hogy most ilyen pályán, ilyen fegyverrel tud lőni, utána jelentősen jobb eredményeket is tudott elérni. Tehát ha tudunk ezekre figyelni, és tényleg fejben tudunk koncentrálni, és oda tudjuk tenni magunkat, akkor fegyvertől, körülményektől függően magunkhoz képest is egy sokkal jobb eredményt tudunk elérni. Azonban nem csak ilyen komoly versenyszámok szerepeltek a repertoárban, hanem például a bowling is helyet kapott a listán, amely nem csak az Egyesült Államokban, de hazánkban is nagy népszerűségnek örvend. Sajnos idén csak kis létszámmal tudunk részt venni, de már nagyon várjuk mi is, hogy versenyezhessünk. Néhány kollégánk már gurított, illetve lőtt is, úgyhogy reméljük sikereket érünk el. Melyik az a fajta sportág, amit talán legjobban szeretnek az erdészek? Szerintem a bowling, ez egy elég népszerű sport, illetve a lövészet ugye a szakmai körökben. Mit szeretnél, hogy a 22-ből hanyadik lenne a kajakos csapat? Hát sajnos kevesen vagyunk, úgyhogy így, de örülnénk, az első hatba bekerülne a csapatunk. Én úgy gondolom, hogy az ide érkező emberek, mind sportemberek, tehát mindannyian megérdemlik a tiszteletet, mert a dolgos mindennapjék mellett tudnak szakítani időt arra is, hogy kicsit sportoljanak, kicsit mozogjanak, ugyanakkor az erdőgazdaságuk számára valamilyen fajta sikert, dicsőséget szerezzenek, de ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy ugye a Sopron, az Alma Mater összeköt minket, mert mindannyian erdőmérnökök, vadgazdálkodók, környezetmérnökök vagyunk, és nagyon fontos az, hogy legalább évente egy-két olyan fontos napon találkozzunk, mint a Erdészeti Sportnap, ahol kicsit erőt fitoktatva, férfias játékokkal, versenyben meg tudjuk egymást viccelni, egymással össze tudjuk mérni az erőnket. Nincs is erdőgazdaság, ki ne lenne itt a mai napon. Én szerintem mindegyik itt van, képviselteti valahogyan magát, 22 erdőgazdaság, az erdészeti igazgatásból is jöttek kollégák részt venni, és hát van három külföldi szakszervezeti kapcsolat, Horvátországból, Lengyelországból és Romániából, akik szintén küldtek ilyen-olyan csapatokat valamelyik sportszámra, és hát határon túli kollégák is részt szoktak venni, magyar kollégák a versenyeken. Számomra nagyon fontos ez a sportverseny, hiszen itt lehetőségünk van a magyar kollégákkal megosztani az erdőgazdálkodási tapasztalatainkat. De ez elsősorban egy nagyon jó kikapcsolódás, remekül érezzük magunkat. A környező országok erdészei ilyenkor tudnak velünk találkozni, a magyar erdészekkel, és itt az országon belül pedig mi magyar erdészeknek van még egy alkalmunk arra, hogy érezzük azt az összetartó erőt, amit az egyetemről hoztunk, amit a középiskolából hoztunk, vagy a szakiskolákból hoztunk. Nekem ez bőven elég arra, hogy még 100 év múlva is az erdészeket úgy emlegessék Magyarországon egy összetartó, erős társaság. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az európai, hogy mondjam, erdőgazdálkodás egy ilyen szakmai együttműködési alapokon is tovább tud fennmaradni és működni. A különböző versenyszámok egymással párhuzamosan zajlottak. Többek között az asztali tenisz, a darts, a sakk, az ulti, valamint a férfiak körében legkedveltebb versenyszám, a foci.
A csapatok mindent beleadtak. A végső összecsapáson már-már profi szintű labdarúgásnak lehetünk szem és fültanúi. Így van a hosszúba mindjárt! Gyere vissza, közelebb! Közelebb! Ne férj, pizdá, mami! Hagyj! A fiúk mindent kiadtak magukból, szívvel, lélekkel küzdöttek, ennyire futott a most, de remélem legközelebb lesz esélyünk arra, hogy visszavágjunk. Profi csapatról szó nincsen, inkább azt mondom, hogy mindenki tud küzdeni a csapattársáért. Kollégák vagyunk, nap mint nap együtt dolgozunk, a munkahelyen is megszoktuk, hogy mindig egymásért teszünk, amit csak tudunk, a pályán ugyanez érvényesült. Most igaz, hogy egy kis szerencse még kellene a győzelemhez, de hát úgy gondolom, hogy ez az ezüstérem is szép. Miért fontos egy ilyen sportnapon a részvétel? Szeretem az ilyen kihívásokat. Tehát a Balaton átúszás és öböl átúszás, és ez is megy minden, majdnem minden nyáron, amikor idő engedi. Úgyhogy szeretem. Szeretek mozogni. Hát a mozgás, nagy részben a mozgás, meg szerintem nagyon jó buli. És ez leginkább a buli, ugye? Így van. Szakmai találkozónak is felfoghat, hogy a különböző erdőgazdaságok összefutnak? Igen, lehet így is felfoghat. Olyan sok mindenkit nem ismerek, egy-két embert ismerek, úgyhogy de értük érdemes eljönni. Meg a társaságért, meg szórakozásért, kikapcsolódás, új vidék, szép vidék. Az nagyon fontos, hogy folyamatosan sportolunk, ameddig csak a szervezetünk ezt bírja. Azon kívül a barátságok, amik az évek során kötöttek, azok majd, hogy nem találkozó helyet csak itt kaphatnak ezen a sportnapokon, úgyhogy mi mindig örömmel veszik, amikor ez megnevezésre kerül, és mindig élünk is a lehetőséggel, hogy az ország különböző tájairól kollégákat, barátokat találjunk itt meg, és esténként jót mulatozzunk, nappal jót sportolunk. Ez lenne a lényege a sportnapoknak, illetve ma délután ezért is vannak ilyen különleges versenyszámok, mint a hordógurítás, a kötélhúzás, ami ilyen kis csapatépítő jellegű, hogy tényleg az erdész kollégák itt akkor 2-3 napra össze tudnak jönni, szakmai kérdésekben, baráti kérdésekben meg tudjuk vitatni az elmúlt fél év, egy évnek az eseményeit, és tényleg egy nagyon jó ilyen baráti összejövetel tud lenni, amellett, hogy tényleg itt a sportban megméretjük egymást, és kiderül, hogy ki is a legjobb. Mi az, ami igazán megmarad benned az egészben? Egyrészt a sport, másrészt meg a kollégáknak az a, hogy is mondjam, a kifricskázása a pályán. Aha. Remek egy ilyen sportnap szerintem, mert összehozza a régi barátokat is, tehát akár egy nagy baráti találkozónak is felfoghatjuk, amellett, hogy versenyzünk természetesen. Vannak hagyományai egyébként a családban is ennek, a sportnak, a mozgásnak? A vadászatnak van, a sportnak annyira nincs, mert nagyapám, apám, édesanyám, nagybátyám, még fel tudnék sorolni egy pár embert a családból, aki vadászik. A sportnapok versenyszámai természetesen az idők folyamán változtak. A mai kor igényeihez igazodtak, és a szervezők olyan versenyszámokat is kiírtak, amelyek korábban még nem voltak a programban. Alapsportágakra hát gondoltunk az elején, de ahogy a résztvevők száma ugye nőtt, meg változtak a helyszínek, annak megfelelően mindig újabb és újabb sportágak jöttek be, szóval például az íjászat is talán a Váci rendezvényen, amit az Ipoly erdő rendezett, ott jött elő. Én a vadgazdálkodási ágazatot irányítom az erdőgazdaságnál, és itt a tradicionális vadászati módokat próbáljuk kicsit erősíteni. Vadászíjászokat is fogadunk a vadászterületeinken, és ezért jó, hogyha valamilyen szinten az ágazatnál van rálátás erre a fajta hagyományos vadászati módra. Hétvégénként, amikor az embernek van egy kicsi ideje, akkor kimegy egy kicsit és íjászkodik. Megpróbál csak az íjra figyelni, csak a környezetére, csak a célra, és akkor egy kicsit kikapcsol. Az elmúlt időszak elég kevés gyakorlással telt sajnos, és ez vissza is ütött, úgyhogy csak a harmadik helyet sikerült a legalsó dobogós fokot elcsípnem, de ez is csillog, ez is helyezés, erdőgazdaságnak pedig eredményt viszek haza.
Szerettük volna azt is megtudni, hogy az erdészek, a faiparban dolgozóknak egyáltalán mennyi ideje jut a sportolásra, napi munkájukat mennyire tudják összeegyeztetni a mozgással. Az íjászat a hétköznapokban úgy vesz részt, hogy kicsit kikapcsol, ugyanakkor ez hoz vissza inkább az erdőbe, mint maga a munka, mert sajnos elég sok az irodai munka, sok a papírmunka. Most már az erdés szakma sem olyan, hogy kint vagyunk a zöldben éjjel-nappal, de attól függetlenül a kitartás és a fizikai állóképesség azért minden nap szükségeltetik, és hogyha ezt sporttal tudjuk szinten tartani, akkor az úgy gondolom, hogy növeli a munkateljesítményt is. Hát ilyen egész életemben úgy is mondhatnám, hogy sportos életet érted, de én nem szeretem a szót használni, egészséges életmódot igyekeztem élni, tehát nekem ez természetes volt, és a törekvéseim is mindig ide vezettem vissza saját magamat is, hogy igenis szélesebb körbe is egészséges életmódot kellene folytatni. Ennek van egy olyan hozadéka ennek az egésznek, hogy teljesen észrevétlenül megismertük az országot. Nyíregyháza, Szolnok, Miskolc, most Eger, Felsőtárkány, Vác, és hát óriási az, hogy akikkel az életben nem találkoznék, olyan erdész kollégákkal beszélgettem most is a Bakony erdőtől, soha az életben nem találkoztam volna velük, és most adatott meg, és egy olyan jót beszélgettünk, hogy tulajdonképpen arra hagytam abban, mikor megtudtam, hogy hát az elődöntő kezdődik, és sokkal mondom, ide kell jönni szurkolni. És ebben még az is jó, hogy a szakmai kapcsolatokon túl azért az erdészek ilyen kicsit ilyen izgalmasabb körülmények között, tehát verseny közben is megismerik egymást. Barátok jönnek össze, egy ágazathoz tartozunk, és az erdész társadalom egy összetartó társaság. Ez nem csak a iskolai múltak, hanem az együtt dolgozás és az egymásra utaltság is adja. Egymástól tudunk tanulni, mert hát ez egy tapasztalati szakma, és attól lesz jobb az erdész, hogyha a másiknak is meghallgatja, hogy csinálja, és így átadódik az a tudás. Egy ilyen sportrendezmény ugye azon túl ugye megmérettetés, a próbák kilása, tényleg a szakmai kollégáknak a találkozása is alkalmat nyílt, és még közelebb kezdünk egymáshoz, hiszen a portfólión belül az, hogy valaki az Alföldön gazdálkodik, vagy mi, mint ahogy Eger Erdő Zrt. A hegyvidéken, nyilván jellegében eltér, de hozzáállásban és elhivatásban azonosak vagyunk egymással. Mi saját magunkat tudjuk itt adni, föláldozunk a hétvégénket, nem számít semmi se, elutazunk a világvé, és nagyon jól érezzük magunkat. A vonal mögött egy méterre álljatok fel, egy vezérszó lesz rajthoz, utána pedig rajtjelzés, két kört kell futnotok. A 800 méteres síkfutást a 956-os rajtszámú Simon Péter nyerte meg az Egererdő Zrt-től 2 perc 33 másodperccel. A győztest arról kérdeztük, hogy milyen terepen szokott általában felkészülni a versenyekre. Nekem igazából a bükka futópálya, nem pedig ez a sík. Hát meg éppen szokottam mondani, hogy gyakorlatilag neked egy 800 méteres síkfutás az semmi. Hát bükkfen síkfutásnak felfoghatjuk. A Stihl Timbersport keretein belül kötélhúzó versenyszámra is sor került, majd a versenyzők dobócsillaggal dobtak és hordógurításban is vetélkedtek. Én azt gondolom, hogy ez az esemény is elviszi a város jó hírét és vendégszeretetét. Emberi nyitottság, vendégszeretet nélkül nem lehet jól megcsinálni egy programot, és azt gondolom az egriek vendégszeretők, a szervezők előtt le a kalappal, hiszen kitűnő körülményeket biztosítottak. Rendkívül jól megszervezték ezt a sportnapot, hihetetlen jó körülmények vannak itt a főiskola területén. Gyönyörű a város, este megnéztem egy két órán keresztül, és hát olyan hangulata van ennek az Egernek, hogy egészen bámulatos.
Az erdészek kétnapos megfeszített küzdelmét egy remek hangulatú, eredményértékelő vacsora zárta, melyen számos díjat osztottak ki. Az Egererdő ZRT külön díjat adott át Fritz Ottónak, a sportnapok megteremtőjének. És végül eljutottunk az összesített verseny győzteseihez, akiknek a díját Kórász László, a szakszervezet főtitkára adja át. Harmadik helyezett lett 89 ponttal az Zalaerdő ZRT csapata. Második helyezett lett 132 ponttal az Északerdő ZRT csapata. És első helyezett lett 147 ponttal az Egererdő ZRT csapata. Megkérem a csapatkapitány, fáradjon a dobogóhoz. Ezt követően a három helyezett elfoglalta méltó helyét a dobogón. Ugyan az Egererdő végzett az első helyen, azonban mégsem ez okozta a legnagyobb örömet a szervezőknek. Az első öröm annak szól, hogy tényleg a rendezvény sikeresen, baráti légkörben és eredményesen lezárt. Erre szokták mondani, hogy a foglalkozás elérte a célját. Hát a második öröm természetesen, itt valamennyien versenyzők vagyunk az életben is, a baráti találkozókon is, és hogy győzött a csapat, ez külön a felkészült versenyzőinknek külön gratuláció. Nagyon nagy öröm, egy mir már egy ilyen rendezvénynek a leszervezésre nagyon sok munkát igényel a kolléganőktől, kollégáktól. Én úgy gondolom, hogy itt nem csak egy szervezőről, hanem egy nagyon komoly szervezőcsapatról beszélhetünk, hiszen több mint egy évvel ezelőtt kezdődött el ennek a sportnapoknak a szervezése a szállásfoglalásokkal. Az utolsó két hónapban erősödött be a csapat. Mondhatnám, hogy aki az Egererdőnél élt és mozgott, az a normál munkája mellett foglalkozott azzal, hogy a rendezvény sikeres lehessen, és az utolsó héten szinte 0-24 órában működött és együtt dolgozott a csapat. Az eddigi visszajelzéseink, bár még egy vacsora hátra van, meg egy búcsúzás, sikeresnek mondható, mindenki megelégedett, és én úgy érzem, hogy emellett a szervező munka még a kolléganőink és kollégáink fel is tudtak készülni, és hely tudtak állni, és sokszor láttam úgy, hogy a rendezői zöld pólót viselő gyorsan lekapta a zöld pólóját, és fölvette a pirosat, mert hiszen az volt a versenyzői póló, hát majdnem szimultán játszottak. Ezúton is nagyon-nagyon örömmel és szívvel gratulálok nekik, és valamennyi résztvevőnek, hogy ezt egyáltalán fölvállalta, ezt a hétvégét, részt vett, és ebbe a baráti körben színesítette ennek a portfóliónak a hagyományát. A műsor támogatója a Blázer Magyarország Kft. Szenvedéllyel a vadászatért. A Nimród vadászújság. A Diana és a vadászoknak filtereste a gyártója a Gyógyfű Kft. A Magyar Mezőgazdaság piacvezető agrárgazdasági hetilap és annak állandó havi melléklete az Erdőgazdaság és Faipar. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe.